reggelt kívánok mindenkinek! Én Dudás Dezső vagyok a Project Management Institute Magyarországi Tagozatának az elnöke. A Project Management Institute amerikai szervezet, ez egy non-profit szervezet, alapvetően arra vállalkozott, hogy a Project Management közösségben felgyülemlett tapasztalatokat, ismereteket rendszerezze, nem a fárókora óta, de hogy azért elég régóta, közel 60 éve, és ezt a tudást vissza is mutassa a, a érdeklődőknek, illetve projektmenedzsment szakembereknek. Közel 600 tagunk van nemzetközileg, több országban vagyunk, több mint 200 országban van tagozatunk, chapterünk a PMI-nak, és ezek a chapterek nem földtétlen ország specifikusan szerveződnek, akár egy-egy város is alkothat egy ilyen tagozatot. Mi PMI Budapest Magyar tagozat néven futunk, egy közepes méretű tagozatról beszélünk, közel 500 tagunk van, és az jellemzi még ezt a non-profit szervezet anyavállalatunkat, hogy mindannyian a vezetőségben, a PMI Budapest vezetőségben önkéntesként dolgozunk. Én magam több mint 20 éve foglalkozom projektmenedzsment jellegű feladatokkal, projektprogram, portfóliómenedzsment feladatokkal foglalkoztam, állapotban IT, Témákban. Jelen pillanatban Product owner vagyok egy AI vezérelt technológia megoldásban. Amit szeretnék most röviden bemutatni, az egy nemrégiben elkészült kutatás, a PMI saját kutatása, és azt vizsgálta, hogy az egyes vállalkozások, szervezetek milyen megközelítést alkalmaznak a projektjeik során, agilis, hagyományos, waterfall vagy hibrid megoldásokat. Azt találták, hogy egy picit trendfordulót lehet észrevenni, vagy megfigyelni az agilitás kérdésében, mintha csökkenne egy picit a tisztán, vagy leginkább agilis keretrendszereket alkalmazó projektek száma, és ezzel párhuzamosan növekszik a hagyományos, bocsánat, a hibrid módszerek alkalmazása, amikor prediktív és adaptív módszereket is vegyesen használunk, illetve hát a a jó regg, Waterfall még mindig tartja magát, és stabilizálódni látszik a mérete. Több mint 2000 szakembert kérdeztek meg világszerte, nem csak projektmenedzsereket, hanem olyan embereket, beruházam mérnököket, akik projekt jellegű feladatokat végeznek, egy kicsit bővebb kitekintést próbáltak adni. Ágazat specifikusan az események, vagy az eredmények, ami talán érdekes, hogy az IT-ban sem dominál a kizárólag vagy a jellemzően a, a, az agilis eszközök használata, ami igazán izgalmas, hiszen az egész agilitás valahol a szoftverfejlesztés korából vagy időszakából eredeztethető, de manapság már megoszlanak a tapasztalatok szerint a használatok, tehát jellemzően, vagy egész pontosan nem jellemzően használják az IT-s kollégák. Ami talán nem meglepő, hogy az építkezési projektekben, a nagyberehozásokban természetesen dominál. A, a hagyományos megközelítés. Uh, ezen túl, hogy minden ágazatban egészen vegyesen használják a módszereket, vajon melyik módszertan lehet a legsikeresebb? Van, akinek van elképzelés, hogy mondjuk a, az aglítás a legjellemzőbb, azt tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy az aglítás lehet legsikeresebbnek lenni. Oké, okay, viszonylag kevesen. Akkor esetleg a hagyományossal bátortalanok nem mernek becsülni. Egyébként érdekes, mert nincs különbség. Tehát az a tapasztalat, hogy majdnem mindegy, milyen módszertant használunk, a sikeresség ez a 75% vagy 75-es értéket mutatja, független attól, hogy milyen módszerre van végrehajtva. Mégis akkor a titkot elárulandó, mitől függ az, hogy a projektek sikeresek lehetnek, ha mondjuk nem a módszertan határozza meg? A azt találták a kutatók, hogy valójában az egyéni készségek, képzettségek döntik el azt a projektmenedzsment képességek, hogy mennyire lesz -e sikeres egy projekt, illetve hogy mennyire van fölhatalmazva a projekt, a projektvezetés, milyen autonómiával rendelkezik, hogy kiválaszthassa a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen. Tehát, hogy a személyek, az egyének a fontosak nem is annyira a módszertanok. De hogy mégis milyen képességekre lehet szükségünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Egy másik kutatást szeretnék idézni. Itt a legfontosabb négy elvárt képesség, amit a vezetők várnak el a projektmenedzser, az elsősorban is a kommunikáció, a, a probléma megoldás, a kollaboratív leadership, az együttműködés és a stratégiai gondolkodás. Úgyhogy picit megállnék, mert a stratégiai gondolkodás, alapvetően nem szükségszerűen volt a projektmenedzsereknek az eszköztárában elvárt. Ugyanis a projekteket úgy képzeltük el, hogy határidőre, költségkeretből és adott terjedelemmel kell megvalósítani egy projektet, és az a sikeres projekt, hogyha mindez teljesül, és a leszállítandók rendben vannak. Azonban ez nem elég, legalábbis a mai világban nem elég, mert sokszor előfordulnak, hogy ezek úgymond sikeres projektek a fiókban fejeződnek be, és nem lesz további élet annak a terméknek. És ezért várják most már azt a top menedzserek, hogy igazándiból a projekteket úgy menedzseljük, olyan készségek mentén menedzseljük, hogy ez a projekt a vállalati értékelhajtás folyamatában bekapcsolódjon a stratégiai cél érdekében történjen a projekt tervezésen, végrehajtása és monitorozáson. A, ezen túl akkor, hogyha tényleg rá van bízva a projektmenedzserre az, hogy milyen módszertant választ, mi alapján érdemes választani a projektmenedzserre, hogy melyik eszközt alkalmazza. A, hogyha nézzük azt, hogy a hagyományos projektek esetében az érték, amit a projekt képvisel, az mikor keletkezik a vállalat szempontjából, az alapvetően a projekt vége után. Megtervezik, dolgoznak, csak gondoljunk egy hídra. Az csak akkor lesz igazán eredményes érték, amikor már elkészül az egész fejlesztés. Ezzel szemben a mai világban a digitalizáció térnyerésével megjelentek olyan igények és lehetőségek, hogy a vállalat érték az hamarabb keletkeződjön, ne csak egy hosszú periódus után. Ez az agilis megközelítés, amikor mondjuk sprintekbe szervezzük a munkát, és már sokkal hamarabb elvárjuk azt, hogy a vállalatnak egy értéket, bevételt hozzon a projekt. Több szakaszra bontjuk. Nyilván nem lehet minden projektet így megoldani, és nem is érdemes, a, ennek a módszernek az előnye, hogy hamarabb keletkezik a, a, az érték, és magasabb érték keletkezhet adott időben. Azonban fontos megérteni azt, hogy a, a vállalatvezetők szempontjából is, hogyha egy olyan jellegű projektet viszünk, amit nem lehet, darabolni, szakaszolni és értékellátással generálni, akkor nem szabad elvárást teremteni, hogy azonnal és gyorsan értéket kapjunk, hiszen megint csak a híd példánál maradva az valószínűleg csak a legvégén fog értéket előállítani. Tehát az, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközöket használjuk, érdemes meggondolni a vállalati igényeket és a vállalati stratégiai igényeket, hogy melyik módszertan vagy melyik eszköz alkalmazható leghatékonyabban. A másik szintje a a módszertanok választásának, illetve hogy hogyan válaszunk projektet, az annak a meggondolása, hogy a projektek környezete azok általában körülhatároltak, adott szinten definiáltak, és ott az értékek, illetve hát azok, amiket fókuszálnak a projektek, azok alapvetően leszállítandó termékek, határidő, projektcélok, amik sokszor nem azonosak azzal a magasabb szemléletű vagy agregációs Szinttel, amikor a különböző projektek együttállását is kell vizsgálni, ugye ez a program programmenedzsment, és ezeknek a közös menedzsmentjéből lehet hasznokat értelmezni, de már nem szigorúan figyelve az egyedi elemi projekt És a harmadik szint, amit a módszertan, a PMI módszertan legalábbis a stratégiai szintnek értelmez, az a portfólió szint, amikor kifejezetten azt vizsgálják a portfólió menedzserek, hogy az adott projekt hogyan szolgálja azt a stratégiai célt, ami a vállalatnál megfigyelhető. Nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a projekt, program és portfólió szinten a különböző szereplőknek nagyon eltérő tud lenni a az érdeke, a figyelme, egy operatív projektmenedzsment, amikor azt a, úgymond a napi favágást végezzük és előrehaladunk folyamatosan, nem föltétlenül látja a felső vezetés, hogy vajon mi történik, amennyiben nincs megfelelően beillesztve az értéklánca a projekt, program és portfólió szinten a top management számára. Erről szeretnék most egy példát hozni, ami szerintem egy jó gyakorlatnak tekinthető. A kormányzati informatikai Fejlesztés ügynökségnél volt szerencsém Portfolio menedzsmenttel foglalkozni, és az iskolai wifi hálózatokat építettük valamennyi közoktatás intézménynek, és operatív szinten ez egy példa ábra, azt mutatja, hogy ez a, ez, a, ez a státusz ábra, egyébként itt már a végén vagyunk, a kivitelezési folyamat elemeket is megmutatja, minden milyen szakaszokat tervezési, előkészítési, dokumentációs és a végén a készrejelentésnek a fázisait is mutatja, egyféle burn-down chartként. Ez egy nagyon projekt szintű, kivitelezési a státusz, és itt igazándiból a több menedzsmentet ez a része annyiban érdekelte, hogy persze működik a projekt, és halad előre. Említettem a programmenedzsmentet, amikor különböző projekteket együtt menedzselünk, és azoknak a közös használt létrehozni. A iskolai wi hez szükség volt sávszélességfejlesztésre is, amit egy másik projekt vitte végig, és ez a ábra, ez már országosan, regionális szinten mutatja az előre haladását a projekteknek, és nyilván látható, hogy a két projekt nincs föltétlen szinkronban, tehát a sávszélességfejlesztések egy picit elmaradtak a Wi-Fi kialakításokhoz. Ez már egy köztes réteg, ez már azért top management szinten is értékelhető előrehaladást tudott mutatni, és meg tudták ítélni, hogy a projekt jól halad vagy nem. Azonban a kifőnél nagyon sokféle projekt van fut. Állami projekteket viszünk, nagy országos projekteket, és az egyik volt a technológiai fejlesztés. Volt köztük uh, szoftver alkalmazás fejlesztés agrárium számára, vagy volt uh, startupokat támogató uh, projekt is, amik műszaki szinten, operatív projekt szinten nem összehasonlíthatóak, sem az előrehadások, sem a naturáliáiak, uh, sem egyéb szempontok szerint. Viszont a kifi maga az állami forrásokat és európai forrásokat használ, ezért a forrás felhasználás volt az a mutató, amiben lehetett közös nyelvet értelmezni a különböző projektekben. Itt látható a program forrás felhasználása és a két projekt esetében a forrás felhasználás és a sávszélesség és a wifi fi kialakítás, és látható, hogy a forrás felhasználási mutató összhangban van a naturáli előrehaladásával, tehát tükrözi mind a műszaki, mind a stratégiai céloknak a végrehajtását is. Azt tudom még itt elmondani, hogy ebben a három dashboardban, amit láttak, azonos adatra épült, a szolgáltatásra épült a kimutatás, tehát automatikusan változtak és gördültek tovább az adatok, ahogy az egyes műszaki fejezetek előre haladtak, és ezeknek a, ezek keresztül tudtuk azt biztosítani, hogy a különböző szinteken, a projekt, program és portfólió szinteken azonos minőségben és tartalommal lehetett bemutatni, hogy hogyan haladnak a projektek, hogyan szolgálja a stratégia elő, előrehaladást, és mik azok az értékek, amik különböző szinten megjelennek. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan analitikus adataink, amiket jól veszünk fel ahhoz, hogy az később agregálható legyen portfólia szintre és összehasonlítható legyen, mert egyébként úgymond csak becslésekbe fogunk bocsátkozni, és előfordulhat ez a bizonyos Waterman- vagy görög díja dinnye effektus, amikor zöldnek tűnik, de valójában belőről piros az a projekt, és nem is igazán jól működik. A Összefoglalóan annyit szeretnék így elmondani, hogy a projekt sikerességnek a titkát kérdezték. Nincs ilyen, tehát félret és A PMI sem mondja azt, hogy csak egy üdvözlő út van, sőt a PMI kifejezetten azt mondja, hogy minden projektnek a saját maga útját kell járnia. Ehhez ad eszközöket, háttértudást, keretrendszereket, amiből a projektvezetőnek kell kiválasztani a megfelelő módszertant. Nemrégiben jelent meg a PMI, egy úgymond bibliája a Pinbook 7, a 7-es, amiben egy önálló fejezet kifejezetten azzal foglalkozik, hogyan kell télorozni, hogyan kell testre szabni a különböző projekteket, milyen dimenziókban kell testre szabni. És ez egy ilyen átfogó feladata a projektmenedzsereknek. Igazándiból a titok legfőjebb a vezetőknek lehet le le leplezni. Az a titok, hogy rá kell bízni a projektet a projektvezetőre. Egy jó projektvezetőre teszem hozzá, aki föl van hatalmazva és föl van bizonyos képességekkel rendelkezik, mert az egyéni képesség és az egyéni hozzájárulás lehet az a titok, amitől egy projekt sikeres vagy nem sikeres. És nem fontos az, hogy milyen keretrendszernek, projektmódszertan megközelítésnek nevezzük azt, amit éppen végrehajt, meg könnyen előfordulhat, hogy elindulunk hétfőn agilisan, aztán később átcsapunk egy, egy, egy prediktívebb módszertanba, vagy mégiscsak valamiféle adaptív megközelítést fogunk alkalmazni, és nem is biztos, hogy érdemes ezeket ilyen-olyan kategóriákba e, beosztani. Sokkal fontosabb, hogy az legyen a figyelem, hogy a vállalati értékelváltásnak mi a menet és hogyan tud menni amihez egyébként nélkülözhetetlen a megfelelő adatok. És nagyon fontos feladata a projektvezetőnek, hogy olyan dimenziókat vegyen fel a nagyon sokrétű és nagyon széles projektekből, amik jellemzik a projektet, és följebb agregálhatóak. Az előbb mutatott ábra, amikor a wifi kialakítást néztük, a projektben sokkal több, sokkal részletesebb műszaki fázisok vannak, de azokat nem tudtuk és nem szerettük volna föltetlen mindegyiket esetenként bemutatni, túl bonyolult lett volna az ábra, kevés információt hozott volna, és csak a lényeges műszaki előreadásokra koncentráltunk, ami azt gondoltuk, hogy jellemzi azt a projektet, és innentől ez tovább tudja gördíteni, és megfelelő adatok állnak rendelkezésre, hogy a magasabb szinten is értékelhető legyen.